Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb brosztázos videóban, ahogyan láthattátok, megérkezett a Brotot, remélem, hogy megnéztétek már azt a videómat, aki esetleg nem, azt tekintse meg előttem, mivel ez a videó, ez konkrétan ahhoz fog fűződni, a két új karakterhez, B-hez és Max-hez. Bizony, két új karaktert kaptunk, akik megnézték ugye a Brotot, és erről a két karakterről lesz szó, úgyhogy akiket érdekel a két új karakter, az maradjon mindenféleképpen, és el szeretném így hasogatni, vagy husogatni, vagy nem tudom mi, így el szeretném őket terelni. Ezeket a kételyeket, hogy konkrétan miket állítanak itt egyes videósok külföldön, és hogy legyetek tisztában azzal, hogy amit láttok, az nem feltétlen az, ami valóság. Jó? Jó? Egy fontos információ, mivel rengetegen értátok az, hogy például B az Mythic lesz, és utána pedig ugye Max az meg Epic, mert láttátok Lexnek a videójából, hát szeretnélek titeket arra figyelmeztetni, arra a fontos kis jelenetre ebben a videóban, mindjárt mutatom, mert valószínűleg nem értelmeztétek a videót, és nem néztétek meg, hogy konkrétan miről is van szó, és mit mond esetleg a Lex, és eléggé félreérthető ez az egész. Tehát itt láthatjuk ugye a profilképet, amint tényleg ott látszik az, hogy Mythic, és ott vannak a Star Power-ök, meg minden, úristen, itt van, hát tényleg olyan, mintha benne lenne itt a játékban, de srácok, ez egy photoshopolt kép. És hogy miért gondolom ezt? Mert elmondja Lex is, hogy photoshopolt! Szóval ezt csak így összetették ezeket az infókat. Ez nem fix, de mindjárt mondja, figyeljétek! Hoppá! Except for the Star Powers is accurate. Except for the Star Powers! And utána még odaírta, hogy Rarities! And the Rarities! Itt látjátok felül! Szóval az, hogy Mythic, az sem biztos! És a Star Power sem biztos! És azokat az infókat pedig, amiket itt láttak és ide kitöltötték, azt is csak a brosztázos Brotokból vették! Szóval még azok is változhatnak, és minden változhat, mert ugye az update-ig minden változhat. Az pedig, hogy Mythic azt úgy... hasraütésszerűen rakták oda, azért is írja itt, és mondta, hogy ugye photoshopolta, tehát ide photoshopolta ezt, oda photoshopolta azt, és hát akik nem tudnak angolul, azok csak így megnézik a videót, Mythic lesz, és jönnek utána a komment szekcióba írva, hogy Mythic lesz a B. Lehetséges, hogy így fog történni, hogy tényleg ilyen rarity-üek lesznek, de ez ugyanúgy csak egy tip, ennyirevel oda rakhatnám, oda photoshopolnám egy legendary, és lehetne ezt mondani. Szóval, srácok, ez még nem fix, jó? Jó, nem fix, csak szerettem volna ezeket így elhasogatni. Még így nem tudom, hogy milyen szó lesz. Mindegy. Elterelni ezeket a kételyeket, jó? Jó? Szóval, amit láttok, aki nem tud angolul, az ne nézze, vagy ne próbálja értelmezni, hogy miről van szó, így ránézés alapján, mert nem. Amiket pedig itt láthatunk, statokat, azokat pedig ugye a gameplayből szedték ki, ami helyek közel ugye úgy látszik, hogy olyan pontos információ. Láthatok ugye az, hogy az atakja a B-nek az ugye egy ilyen távolsági karakterről van szó, egy sharpshooterről, olyan, mint konkrétan Piper, vagy ugye a többi távolsági karakter. Ugye az alap lövése az egy ilyen sima dárt, amit ki tud lőni, és látjuk azt is, hogy ugye nincsen három ammó, szóval elég érdekesen kell majd játszani vele, konkrétan ugye egyszer feltöltödik, és azután tudsz lőni még egyet, nem lehet tartogatni a lövést, úgyhogy annyira nem lesz jó ilyen gyorsabb fájtokban, hanem inkább az egy olyan karakter lesz, amivel szépen lassan kell megölni az ellenfelet, de hát ugye nagyon nagy damage lesz a második lövéssel, amire ki is fogunk térni, hiszen ugye az első lövéssel konkrétan, nem tudom, hogy mennyire látjátok majd, de kicsit lentebb teszem talán itt a képet, de az első lövéssel ugye nem sebez olyan sokat az ellenfélre, tehát ezzel páros sebzés fog kivinni, amit mindjárt itt láttok is. Bam! 1120-as sebzés először. Ennyi megy ki, majd utána pedig a második lövése fogja meghozni a gyümölcsöt, az igazi babérokat, azt fogja learatni, srácok. Mindjárt látjátok. Bam, 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 bam! Így van. Az első main attack után a második egy brutál nagy sebzés lesz, ami háromszoros, majdnem helyel közel 3080-as sebzést fog bevinni, ami nem rossz. Egyáltalán nem rossz. Sőt, elég OP konkrétan ez a lövés. Viszont a karakterre ki kell térni ugye arra, hogy három lövés nem lesz nála, hanem egyedül csak egy, amit újra be kell töltenie. Szóval még akik valakik esetleg úgy tartották volna, hogy ez egy OP karakter, nem 100%-ig biztos. Nyilván a szuper az egész vagány, csak más játék stílus fog igényelni. Más lesz konkrétan a mechanikája ennek a karakternek, hozzá kell szokni, és igen, akkor nagyon jó kis karakter tud lenni. Jó a range-e is, amit látunk, jó a sebzés, viszont az, hogy konkrétan nincsen három lövése betöltve eredetileg, és nem is tudod ezeket felhalmozni, ez egy nagy hátrány lesz szerintem fightoknál, főleg, hogyha esetleg valami close combatra fog sor kerülni, mert például ott van ugye Brock, aki a négy lövését fel tudja tölteni, hogyha megvan az a Star Power-je, és közel is baromi jó tud lenni akkor, mert minden egyet kisorozza, és hello, szia. Úgyhogy ez lehet a nagy hátrány a karakternél.
nézzük a többi gameplayt, amit már ugye láthattunk mi is, és megtekintettük ezt a szuperjét is, ami szerintem nagyon kegyetlen, nagyon király, hiszen nagyon könnyen tudja eltalálni az ellenfeleket, de erről megnézzük mi is ismét ezt a kis gameplay jelenetet. Itt is lesz. You're gonna get hit. Bam, bam. Nem tudsz ugye elrejtőzni előle, mert teljesen szétmegy konkrétan ez a szuper, és még a fal mögött is azonnal szinte kapni fog a sebzés, hogyha úgy lövi be az ellenfél, hogyha nem nagyon lehet kempelni ellene majd B ellen. Annyira nagy sebzést nem visz ki ugye maga ez a szuper, hogy nézzük. 280-as sebzet az egyik lövés, amikor kétszer eltalálta ugye azzal, tehát multiple is be tud menni egyszerre, tehát akár az összessel betalálhatsz egy ellenfélre, és akkor az egy egész jó sebzés jelenthet, hiszen ugye a Frank 280-at kapott, majd utána pedig ugye Shelly, mivel ugyanúgy kettőt bekapott, de egy kicsi kis különbség volt időben benne. Ott láthattuk azt, hogy például 140-et, majd utána megint 140-et kapott sebzés ügyileg, ami nem brutális sebzés, ez inkább arra lesz jó, hogy megakadályozza azt, hogy az ellenfelek elkezdjenek regenerálódni, és szépen lassan tudjuk őket sebezni. A szuper az nem fog számítani annak, hogy majd utána vagy a rögtöni lövésed, az már a 3000 sebzés fogja bevinni. Nem, az alapot fogja, és utána a következő fog 3000-est. Szóval, hogy a szuper az nem számít egy autóataknak, egy main ataknak. Ez a szuper egyébként egyben le is lassítja az ellenfelet, és le is poisonöli, amiről beszéltünk, hogy arra lesz nagyon jó, hogy ne tudjon regenerálni az ellenfél, ne tudjon elfutni előled, és utána pedig ezzel a brutális nagy range-el hát ki tud szedni az ellenfelet. Szóval egy nagyon jó kis vadász karakter lesz, nagyon jó lesz vele chase-elni az ellenfeleket, baromi király szerintem B, nekem iszonyatosan tetszik, majd meglátjuk, hogy mennyire fogják nerfölni, vagy esetleg buffolni, vagy mi lesz vele, amikor kijön az update, és hogy esetleg változtatnak-e addig rajta valamit, mert ahogyan említettem, bármit változtathatnak. A Brawl Talk az még nem 100%-osan pontos információ, az egy ilyen megközelítő 90%-os info, mert még az update-en ilyenkor dolgoznak, és módosítanak bizonyos elemeken, de az biztos, hogy a két karakter jönni fog, meg ezek az elemek azok maradnak, csak kisebb változások azok ugye feltűnhetnek addigiakban. Úgyhogy összességében szerintem B egy nagyon jó karakter lesz, nekem nagyon tetszik, annyi lesz a hátránya, ahogyan beszéltünk is már róla, hogy egyetlen egy ammo szlotja lesz, szóval nem tudod tartogatni a lövedékeit, tehát nem tudsz egy olyan nagyon nagy akciót majd ellátni, hanem folyamatosan kell támadnod, és úgy gyengíteni az ellenfelet, és majd a végén pedig kinyírni. Hogyha hirtelen rád fog ugrani valaki, akkor valószínűleg instant halott leszel szinte, tehát hogy egy deréd rád pattan, akkor hello, hello, szia! Úgyhogy ugorjunk is a következő karakterünkre, aki nem más, mint Max, akiről kiderült ugye, hogy ő is egy lány bizony, hiszen erre nem figyeltem, egyes szám harmadik személyben, nő személyben beszéltek róla, hát de hát megint egy olyan karaktert kaptunk, akiről nem lehet eldönteni, főleg így, hogy rajta van egy sisak, hogy most nő lenne, vagy férfi, hát... Ráadásul a neve az eléggé férfias szerintem, a Max, de mindegy. Mindegy, pont erről beszéltünk valamelyik streamben, hogy mennyire össze tudnak zavarni a nevek. Hát ez ismét egy olyan, mint egy köböly Sandy karakter, hogy nem tudod eldönteni, és valószínűleg sokszor még félre fogom mondani majd, hogy ő egy fiú, de már lényegtelen 2019-ben ez, srácok. Így van, itt is mondta ugye Lex, hogy ezt is photoshopolta, szóval nem biztos, srácok, hogy epic. Nem biztos, jó Star Power-ek sem biztos. Szóval ez csak oda lett photoshopolva, ne írjátok oda minden videó alá mindenkinek, hogy de megvan, Max epic lesz, és Bios pedig mítik. Nem. Hallottátok ti is, oda photoshopolta. Tehát ezt mindenkinek elmondanám, hogy Photoshop, jó? Nem tudjuk, hogy még milyen rarity jövök lesznek. Jó? Oké. Okay. I guessed as the rarities, that's also a guess. I guessed that B was gonna... Így van, csak egy tipp, úgyhogy ilyen rarity jövő lesz esetleg, hogy epic lesz. Ez csak egy tipp, mondta is sokszor. Na és hát itt látjuk a statot, ugye, ami szerintem nagyon kemény, tehát ez a 4900 HP, ez elég jó kis stat, amúgy arra nézve, hogy mennyi HP-ja van. 4 lövedéket lő ki ugye a karakter, ami 346-os sebzés fog bevinni per golyó, szóval ha ezt gyors kikalkuláljuk, akkor helyjel közel kapunk egy ilyen 1400-as sebzést, egy picivel alatta, szuperje az pedig, hogy olyan speed buffot kap. A speed dolog az amúgy a játékban, a movement speed szint az egyik legfontosabb, hiába nagyon sokan ugye nem veszik ezt észre, és azt hiszik, hogy ez így nem ér semmit, de igazából rengeteget jelent nagyon sok játékmódban, főleg úgy, hogy ez területi buffot tud küldeni, szóval mindenkire a csapattársára rá tudja nyomni ezt, hogy gyorsabb legyen a csapattársa.
Hát 3VR-ban Jézus, amit fognak művelni ezzel a karakterrel, biztos, hogy mindenhol ezt fogjuk látni. És amiről beszéltünk is, meg láttátok is, hogy ezekben a gameplayekben 4 ammo slotja van konkrétan a karakternek, ami azt jelenti, hogy ezzel a karakterrel viszont lehet óriási sebzéseket kivinni rövid idő alatt. Szóval ez teljesen ellentétje B-nek, ha azt nézzük, mert B-nek csak egy ammo slotja van, szépen lassan tudja levinni az ellenfélnek a HP-ját, viszont ugye nagyot tud sebezni a második lövésével. Itt pedig Maxit van, akinek 4 ammo slotja van, nagyon gyors karakter, nagyon gyorsan tud lőni, gyorsan jön vissza egyébként valamilyen szinten az ammo slotjai is, és 4-et tud egymás után kisorozni, 4 lövedéket is nyom ki ráadásként. Szóval, hogyha mind a 4-et kidarálja, akkor helyel közel majdnem ott tartunk, hogy egy ilyen 6000-es sebzés ki tud vinni, és baromi gyorsan, mert nagyon gyorsan darál a karakter. Egy picivel ugye messzebbre tud lőni ez a karakter amúgy, range-et tekintve, mint konkrétan Nita. Helyek közel majdnem olyan a range szerintem, mint Leonnak, amiről beszéltünk is, hogy nagyon hozzáhasonlítható ez a karakter, hiszen nagyon gyors karakter alapból, főleg, hogyha meg nyomja ezt a speed buffját, baromi gyorsan tud mozogni a karakter, és ráadásul a lövésre is valamilyen szinten hasonlíthatóak hozzá, ahogyan mozognak, úgyhogy hát helyek közel egy Leont kaptunk, csak még lehet, hogy majd erősebb, főleg így a speed buffnak tekintetően, a legjó. Itt láthatjátok is, hogy milyen gyorsan kezd majd futni el, konkrétan 8-bit, aki a leglassabb karakter ugye a játékban. Hát nézzétek meg, ahogy benyomta a Super 8 Max. Hát mi ez? Mi volt ez a speed? Mi volt ez a speed, amivel elkezdett futni? Brutális az a karakter. Tudja, hogy nerfölni fogják, valamit csinálnak rajta, mert ez a 3v3-akban így aratni fog, mint az állat. Hát szinte minden játékmódban. És amiről beszéltünk is, ugye, hogy itt feltételezte konkrétan Lex, hogy ugye milyen rarity-űek lesznek ezek a karakterek, és én lehet, hogy felcserélném, és szerintem ő is említette ezt a videóban, hogy inkább olyan, mintha Max lenne a Mythic, és én is így látom, hogy szerintem ő egy magasabb rarity-ű karakter lesz, de aztán majd meglátjuk, hogy hogyan lesz, mert így összességében ő egy kicsit erősebb karakternek tűnik, és tudom, a rarity az nem mindig tükrözi azt, hogy erősebb egy karakter, egyáltalán nem, viszont sokkal nagyobb haszna van szerintem egy csomó játékmódban, úgyhogy azért mondanám azt, hogy Max az valószínűleg egy magasabb rarity lesz, de srácok, ahogy beszéltük, egyik sem biztos, amit itt elmondott Lex, az is lehet, hogy valamelyik legendary lesz, az is lehet, hogy az egyik mythic lesz, az is lehet, hogy az egyik common lesz, az is lehet, hogy akár majd valahova belökik trophy roadra az egyiket, tehát hogy itt bármi megtörténhet, ne vegyetek készpénznek azt, amit oda photoshopoltak, mert ezt ki is jelentették, hogy photoshop, viszont skacok, amit tudunk róla, az, hogy nagyon gyors karakter, nagyon sokat tud lőni, ott voltak az ammoszatok, ezek benne voltak a Brawl Talkban, de ezek is módosulhatnak addigiakban. Nagyon jó szerintem ez a karakter, és én nekem maga a kinézetekkel volt problémám ugye a Brawl Talkban is, hogy maga a mechanika az tetszett mind a kettő karakternek, viszont nagyon-nagyon hasonlítanak egymásra ezek a karakterek, és egy kicsit úgy éreztem, hogy nem feltétlen beleillő a játékba ezeknek a dizájnja, sokkal inkább egy egyedibb dizájnokra számítottam volna, és mindegyik olyan, mint egy kicsit ilyen szuperhős lenne, és akkor hello, hello, szia, de az eddigiek, amiket megszokhattunk, vagy amiket láthattunk így a játékban, azok teljesen mások voltak. Ez olyan, mint ez a két karakter egy másik játékban érkezett volna, valami futurisztikusba, de maga a mechanika, meg maga a képességek, meg minden, ami benne van, az nagyon tetszik, csak nem tudom, milyen irányba akarják elvinni így a játékot, hogy most akkor minden ilyen szuperhősös lesz, vagy mi. Nekem az előző karakterek jobban tetszettek, úgy, ahogy kinéztek, úgy, hogy mindegyiknek volt egy egyedi kinézet, ott volt Spike, aki egy kaktusz, ott volt ugye Crow, akit már csak verébnek hívunk, de tudjuk jól, hogy nem veréb, skacok, tudjuk nagyon jól, hogy nem az, csak mindig annak szoktam hívni, és hogy mindegyiknek volt valami egyediség, ezek pedig úgy ránézek, és csak hát egy másik ruha van rajta, aztán igazából bárki lehetne, meg nagyon összecserélhetőek, így tényleg azt se tudod eldönteni, hogy milyen nemű, nem tudom, erről a részről viszont annyira nem tetszik ez az egész, de amiket láthattunk itt gameplayeket, amiket elemeztünk, csak annyira nem tértem ki a Brawl Talkban benne, és szerettem volna neki egy nagyobb hangsúlyt fektetni ebben a videóban külön, mert ez a két karakter, ez nagyon meg fogja határozni a jövőt szerintem itt a Brawl Stars-ban. Az is esetleg, hogy milyen irányba fognak elmenni, meg az, hogy ugye milyen karakterek fognak jobban érvényesülni, és ez a két karakter szerintem jól sikerült. Ha választani kéne, hogy melyik az, ami szerintem erősebb, én a Max-et mondanám, hiszen ő bármikor, ha a kombatba fog kerülni, akkor jó sok sebzést tud kivinni, mert be tudja gyűjteni ugye a 4 ammo slotot, és akkor darálni tud, mint az állat. Bír egy kicsit várni kell, majd
olyan, az annyira inkább nem olyan lesz, egy kicsit inkább ilyen taktikus karakternek tartom, olyan, mint Crow, akivel kontroll karakterként kell menni, vagy akármi, főleg, hogyha majd tud ugye poisonolni, és hát láthattuk is ugye olyan alapból most a két új karakterhez kapni fogunk skineket, amit meg lehet majd vásárolni, szerintem ami Max-re érkezik, az egy olcsóbb skin lesz, a Ladybug-os, a Katica skin, az pedig szerintem egy drágább lesz majd B-re, ami nekem tetszik amúgy, tehát sokkal jobban tetszik, mint a Max-re érkezett, az csak olyan, hogy át lett színezve, és alapból az a karakternek a kinézete valamiért annyira nem tetszik. Ez a B, ez sokkal inkább közelebb áll hozzám, tudom, most pont fordítva mutogattam, mert meg van tükrözve az egész képernyőm, de hát a Pirate skinek azok pedig szerintem nagyon jók. Úgyhogy srácok, ez már ugye teljesen más ágazat. A karaktereket akartam érinteni, és nekik a gameplayüket, és hogy milyen statokkal rendelkeznek, mert nem biztos, hogy annyira láttátok ezt a Brawl Talk-os videóban. Remélem, hogy tetszett nektek a videó, és hogyha ti is várjátok már ezt a két új karaktert, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, egy hatalmas feliratkozást, srácok. Én iszonyatosan várom, és írjatok le kommentben, hogy ti melyiket szeretnétek jobban? Melyik karakterre játszanátok legelőször, és még tetszik nektek jobban? Én azt mondom, hogy mind a kettő jó karakter, teljesen máshogy kell majd alkalmazni, de első ránézésre B tetszett, most pedig ahogy így jobban nézegettem, az a Max is nagyon jó, amúgy lehetne vele játszani, úgyhogy írjátok le, skacok, aztán meg találkozunk majd a következő videóban. Köszönöm szépen a figyelmeteket, legyetek jók, sziasztok!